Jó napot kívánok, ez itt a Zugló értékei, Zugló történelmével, legendáival foglalkozó havonta jelentkező műsor. A mostani műsor egy sorozaton belüli sorozatnak a kezdete. A zuglói éttermek, mulatóhelyek, vendéglátóhelyekkel kezdünk el foglalkozni, még borzasztó érdekes történelme van, és ezen a utunkon Majkó Zsuzsa, a Samodai Helytörténeti Műhelynek a vezetője fog kalauzolni bennünket. Mulatni mindig szerettünk, később kávéházak városa lett, de az nagyon érdekes lesz, hogy honnan indul Zuglónak ez a érdekessége, vagy ez a vonzata. Aztán utána terveink szerint a műsor későbbi részeiben már konkrétan egy-egy ilyen helyről beszélünk. Most azért engedjék meg, hogy először egy kicsit ilyen áttekintő jelleggel, de azért konkrétumokról most is lesz szó. Tehát zuglói vendéglátásnak a története az azért nagyon izgalmas, mert ez pontosan ugyanolyan sokarcú, mint amilyen Zugló kerületként maga. Ugye mondjuk a belvárosi részeken ott jellemzően ez a kávéházi kultúra, és ugye az ebből alakult presszó kultúra a jellemző, mint Zuglóban a csárdák, tól elkezdve, ugye gondoljunk Rákosfalvára, a kávéházakon keresztül az ilyen családias kis vendéglőkig minden megtalálható. Most a vendéglátásnak az első intézményei, azok jellemzően még egy ilyen vegyes funkciójú intézmények, ezek a fogadók. Akkor enni is lehet, megszállni is. Igen, pontosan, ez ugye az úton lévők kedvéért alakultak ki ezek az intézmények, és tulajdonképpen hát, hogyha belegondolunk, még a vasút előtt, ugye, az ember vagy a magánfogatával utazott, vagy az egyre kényelmetlenebb közlekedési eszközzel, a postakocsival. Na most, ugye, amit lóhúz, olyan közlekedési eszköznél, ott mindig meg kell állni pihenni, nem csak az ember miatt, hanem ugye a lovaknak is pihenni kell. Na most a fogadók tipikusan ezt a szerepet töltötték be, útközben meg lehetett állni, tehát meg lehetett szállni, és akkor ahhoz valami ilyen, hát nagyon primitív kocsma, meg valamit főzött a fogadósné, tehát lehetett ott valami ennivalót kapni. Na most Zuglóban egyről biztosan tudunk, én szerintem biztos, hogy több volt, csak ugye nem maradtak fent, hiszen itt 18. századi vendéglátóhelyekről beszélünk, de egyről biztosan tudunk, ez a bizonyos gúlya, vagy gúlyához címzett fogadó. Ez az Erzsébet királyné útján volt, ott körülbelül, ahol aztán később az Éva mozi, tehát az a telek, azt kell elképzelnünk. Ugye ezek a fogadók mindig valamilyen forgalmas út mellett voltak. Ezért gondoltam, bocsánat, azt hiszem, hogy a Hajcsár út, vagyis a Nagy Lajos király út. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ott is, meg a Kerepesi út mentén is kellett lennie a klasszikus fogadónak, csak nyoma nincs. Igen, hát ezekből egyébként úgy főváros szerte nagyon kevés maradt meg, vagy kevésről tudunk. Egy ikonikusat, és nem Zugló, de pont előtt eszembe, ahol az ember leereszkedik a hegyekről, tehát megérkezik úgymond már majdnem a városhoz, és ez pont fordítva működik, mint a benzinkutaknál, hiszen általában a kifelé menő benzinkutaknak nagyobb a forgalom. A Balázs vendéglő, amelyik most már leégett, de az volt egy ilyen klasszikus, a hűvös ügy, hogy megérkezik, és akkor ló ide, az utasok oda, és akkor sörözés. Igen, vagy hát ami még ma is megvan, ugye ez a Kávin téren, a Kávin tér és a Rádai utca sarkán van ez a bizonyos két oroszlán ház, az egy kis egyemeletes ház, két pici kő oroszlán van a bejárat fölött, na az egy ilyen tipikus fogadó volt. Abból mondjuk képet is kaphatunk, hogy néztek ezek ki, tehát nagy valószínűsége az Erzsébet királyné útján is egy ilyen állt. Éva mozi. Az Éva mozi telkén. Igen, sajnos nyoma nem maradt. Tehát azt az épületet nyilván nagyon régen lebontották. Most egyébként még ezeknek a fogadóknak azért is volt nagyon fontos szerepük, mert ez még az utcanév adás előtti időben ről beszélünk. Tehát mielőtt divatba jött volna, vagy szükségszerűség lett volna az, hogy egy magisztrátus, vagy egy önkormányzat elnevez utcákat, ezek a fogadók nagyon fontos hely megjelölő szerepet is játszottak. Már hogy tájékozódási pont. Így van, pontosan. Tehát, hogyha valamit el akartak magyarázni, hogy merre kell menni, mondjuk egy kertészetben, ezt azért hozom példának, mert az Erzsébet királyné útja az ugye a 19. század elejétől a kertészek, műkertészek birodalma volt, de ott is laktak, és ott is árulták a portékáikat, akkor mindig azt mondták, hogy a gólyánál, vagy a gólyánál kell balra fordulni, vagy jobbra fordulni, tehát ilyen hely meghatározó szerepük is volt. Na most klasszikus kocsma, vagy vendéglő, azt viszont Zugló területén a Városligetből ismerünk, szintén egy 18. századét.
Igen. Annak melyik része az elején, mert azért az akkor még elég külváros volt, bár éppen előző részekben beszéltünk róla, hogy ez egy nagyon frekventált kikapcsoló. Igen, logikusan mindjárt ott, ahol a városból kijutva beértek a Városliget területére az emberek, ugye ez a, mindig szoktuk emlegetni a Városligeti fasorral szemben lévő Rondó térsége, és a Rondó mögött állt ez a vendéglő. Ott egyébként, ahol ma a Magyar Zeneháza épült, a Washington szobor mögött, így most már valószínűleg mindenki tudja, és ez több mint 100 évig, 1906-ig ott állt. Addigra rettenetesen lepukkant, és mikor a Washington szobrot fölállították, akkor egy nagyon csúnya hátteret adott a szobornak, és akkor bontották le. Na most mi az érdekessége ennek a vendéglőnek? Hát kocsma vendéglő, ilyen vegyes típusú. Igen. Egyrészt az, hogy ez bizonyítja azt, mivel 1798-ban kezdettem működni, hogy a Városliget már azelőtt frekventált hely volt, mielőtt a park kiépült volna, hiszen vendéglőt nyilván odaépítettek, ahol volt sok ember. A másik, hogy ez városi tulajdonom volt mindvégig. Mármint az étterem? Így van. Bérbe adta. Bérbe adta, így van, de a város soha nem adta el, tehát ezt ők eleve egy bevétel szerző funkciónak gondolták, és mindig voltak bérlői, de mindvégig városi tulajdonú volt. És egy időben, ennek nem volt neve egyébként, Székesfővárosi nagy vendéglő volt aztán később, ez csak ugye a Városligeti kocsma megjelölése, és volt bérlője egy időben, az a Van Petics, a nevével már találkoztunk, de most igen. Aki aztán később a mai Gundel helyén álló nagyon híres vendéglőt, ugye Van Petics úrnak a legendás vendéglőjét üzemeltette, és aztán ugye amikor ő föladta az ipart, akkor lett a Gundelé. Jó, ez a Városliget akkor elsője, még azért kiszúrtunk egy másik, ami legyen Városliget, aztán utána haladunk még. Itt be akarok szúrni, találtam, hogy kerestem a mai célpontokat, egy érdekes, és itt valószínűleg az étterem nem, vagy a hely mulató, vagy akármi, az nem beazonosítható. Egy 1906-os, valamilyen kontextusban már ebben a műsor korábbi részében felmerült, Kerepesi út, akkor 7. kerület, ma már Zugló, egy rendőrségi incidens, ahol valamilyen mulatozásnál a Buffalo Bill és az indiányai itt voltak majd, és valami késelésbe keveredtek, valamilyen idomár az meg is sérült, de arról maga a korabeli cikk se nagyon említi meg, hogy nyilván nem a mulatóba történt ez, de hogy ott az a rész is azért valamilyen szinten, akkor a lovarda, stb. Tehát ezek valószínűleg azért szintén tele volt mulatókkal, de ezt nem tudjuk beazonosítani. Nem tudom, hogy hol volt, igen, hát mert pontos címet nem írtak meg, úgyhogy ezt nem tudjuk, de igen, ők itt szerepeltek, itt vendégszerepeltek többek között az állatkertben is. Ugye ez egy külön történet lehet, hogy az állatkertnek volt egy olyan időszaka, amikor nagyon rosszul ment ez anyagilag, és akkor mindenféle ilyen mutatványos szórakoztatásra próbálták fellendíteni a látogatottságot, és ugye ők itt vendégszerepeltek. Aztán az indiánok, idézőjelben, mert azért ők nem ekte észak-amerikai származásúak voltak. Így van, így van, és hát közben a fellépések között mulatoztak, és akkor ilyen kis verekedés és incidensek voltak. De akkor Városliget, ott azért lesz választék, ugye? Igen. Most amit kiszúrtam, az őszintén szóval az avarról, hogy ott pedig a Városligettel foglalkoztunk egy párszor, Széchenyi sziget. Ugye, mert ide fogunk most kitalálni, hogy ugye hát az a Vajdahunyadvára, de előre szaladtam, kezdjük az elején ennek a... Jó, tehát ugye még a Városligetről egy szót, hogy mielőtt erre rátérnénk, hogy ez rettenetesen érdekes, hogy a Városligetben a 19. században voltak a borozós helyek, mert a magyar ember bort iszik, ugye ez különösen 1848 után sört nem iszunk, és általában ezekben a kocsmákban, mert azért ezek azok voltak, itt bort mértek, a korabeli leírások szerint bűnrossz bort. Tehát ezek ilyen mindenféle... Már úgy, hogy a korabeli megítélés szerint? A korabeli megítélés szerint, igen. Tehát a korabeli újságcikkek, ez konkrétan Lőrének nevezik ezeket a városligeti és borkiméréseket. De megvetette a lábát a Hermina úton, amit hát ugye kvázi nyugodtan hívhatunk Városligetnek, majdnem azon a telken, ahol most a Hermina Tower áll, tehát majdnem az Ajtosi Dürer-sor sarkán, egy prágai serfőzőmester, ez a Neszvarba Vencel. Bátor.
És ő ott sört mért, és hát mivel tudjuk, hogy azért elég jelentős német polgárság volt akkor még Pesten, ez ugyanúgy virágzott, és ugyanúgy volt keresők, vagy fizetőképes kereslet. Akkor visszavonom, nem volt olyan bátor, hanem elég biztosra ment. Reális volt, mert egy korábban más történetekből, vagy jegyzetekből nézve, az a német ajkú lakosság aránya Budapesten abban az időben, hát az nem tudom, hogy megreszkírozom, mondtam, a magyarnál is magas volt. Volt olyan időszak, igen, volt olyan időszak, aztán szépen természetesen ez fogyatkozott, ugye már hogy a német ajkú lakosságnak a számaránya a magyar betelepüléssel, tehát a vidékről föláramló, ugye a 19. század utolsó harmadára ez már nem igaz, de hát ő még az 1830-as években jött, úgyhogy akkor még ennek volt realitása. Ez a Széchenyi sziget, amire célzol. A másik ilyen nagy vendéglátó típus, az a kávézó kávémérés volt a Városligetben, és ez nem keverendő össze a kávéházzal. Na, azt lássuk, hogy miért. Mert a kávéháznak kritériumai vannak, hogy mit lehet kávéháznak hívni. A kávéháznak először is vannak nagyon szigorú építészeti előírásai. Hogyha most így végig gondolsz, és is emlékszel olyan épületekre, amiről tudod, hogy ott kávéház volt, akkor ezekre egyformán jellemző az, hogy ezek általában ilyen bérházaknak a földszinti utcai helységei, tehát ez előírás volt, hogy utcáról megközelíthető helység, nem lehetett mondjuk valami hátsó udvarból. Ezek a hatalmas betekintő ablakok. A portálok, amik ma is nagyon sok helyen megvannak. Tehát ha az ember ilyet lát, akkor gyanakodhat, hogy ott valaha kávéház működött. Ez is kötelező előírás volt. Aztán a belmagasság, itt majdnem 4 méteres belmagasság volt előírva. Tehát ha ezt nem teljesítette egy épület, akkor ezt nem lehetett kávéháznak hívni, csak kávémérésnek. Most egy kicsit kiugrok a Zugló korlátaiból, mert ugye ez alapvetően leírja a Nagykörútnak a házait. Így van. Ugye, ahol annak idején, és nem Zuglónál járunk, én értem, de gyakorlatilag még adókedvezményekkel mindennel stimulálták, hogy ott befektessenek, ott építkezzenek. Ez a kávéházi előírások, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a kávéházi előírások alapján építették ezeket a házakat, vagy ezeknek a házaknak a földszinti, üzleti, közvetlen bejáratú tevékenységekhez mérték a szabályokat? Hát most egy annyira jót kérdezzel, amit én tulajdonképpen nem tudok, de azt tudom, hogy a kávés ipartestület ez egy nagyon befolyásos ipartestület volt, és azért valószínűleg nem véletlen, hogy hogy megépítették például ezeket a 4 méteres belmagasságokat, tehát én gyanítom, hogy ez a kávés ipartestületnek volt tehát ez volt előbb. Tudnék, ezeket a házakat eleve úgy építették, hogy még el se készült a ház, és már hirdették a bérbe adható üzlethelységeket. Tehát gyanítom, hogy pontosan a kávéházra építették ezeket. De egyébként nem is kell a Nagykörútra menni, mert hogyha itt maradunk Zuglóban, akkor a mai Dózsa-György út, Abonyi utca sarka, aztán megvan sok mindenkinek, az egy olyan tipikus beépítés, mint amit a Nagykörúton látunk. Na most annak ott mind a két sarkon volt egy-egy kávéház. Tehát, hogy még a konkurencia sem volt zavaró, tehát egy sarok gyakorlatilag, vagy hát két sarok, egy utcán két sarka elbírt két kávéházat. Tehát vissza a Városligethez, ott azért jellemzően bent a ligetben kávémérések voltak, hiszen ugye nem volt kávéháznak alkalmas, később aztán épült, de nem volt jellemző. Most ezek a kávémérések, tehát nem teljesítették ezeket az építészeti elvárásokat, sokkal kisebb, sokkal olcsóbb helyek voltak, és nem volt meg az a társasági élet központi szerep, mint a kávéháznál, na pláne jellemzően csak nyáron működtek, mivel hát ezek általában ilyen pavilonok voltak, nem fűthető. És volt egy nagyon híres, ezen a bizonyos Széchenyi szigeten, ez a Gruber Antal féle kávémérés, amit később aztán az ő felesége, mikor ugye meghalt az Antal, akkor a felesége vitt tovább, a Gruber Amália. És ennek több különlegessége van. Ugye
Az egyik az az, hogy talán emlékeznek erre a nézők, hogy néhány éve nagy hír volt, hogy építészeti tervtárakban megtalálták egy Feszlő Frigyes által tervezett pavilonnak a rajzát, ami itt állt a Városligetben, és ezt aztán gyakorlatilag újra gyártották, és újra felépítették. Most az Állatkerti körúton mindjárt három példány van. Ezt akartam, hogy már több példányban is van. Ezek igen, a Feszlő pavilonok. Na ez volt ez a bizonyos Gruber-féle kávémérés, csak nem ott, ahol ma áll, hanem a kis szigeten, hiszen Vajdahunyadvár akkor még nincsen. Mint hogy korábbi résznél beszéltük a Vajdahunyadvár, ugye ideiglenes építménynek szentek, de ezt már le tudtuk. Így van, de a Gruberék már 1865 vagy 66-ban megnyitották ezt a kis kávémérést. Itt jellemzően ugye kávé, hűsítő italok és fagylalt. Semmi sör? Ez volt a... Bor biztos, sör nem. Tehát sört nem mértek ezeken a helyeken, mert sör mérésnek annak azért szintén vannak kritériumai, ugye akkoriban a sör az még egy nagyon romlékony ital volt, amihez a sörtároláshoz mindig kellett hűtőkapacitás, amit egyébként ilyen jégvermekkel oldottak meg, hát ugye nekik ilyen nem volt. Biztos lehetett valami szeszt is kapni, de nem, erről, nem ez volt az egésznek a jellemzője. De most ezt a kis pavilont, pontosan amikor az ezredéves kiállításra készültek, és a Vajdahunyadvárat felépítették, akkor mindenki úgy tudta nagyon sokáig, hogy ezt elbontották. Ez megszűnt, kész, ledózerolták, könnyű szerkezetes épület volt. És aztán egy néhány évvel ezelőtt én egy fotó nagyon gyanús lett nekem, mert volt egy másik ikonikus pavilon, ilyen szintén kávézó a Stefánián, a mai Millennium házával pont szemben, ez volt a bizonyos Kolegerszki kioszk. Hogyha beírják a kedves nézők a keresőkbe, akkor fognak képet találni, nagyon szép kupolás építmény, hatalmas kerte. És néhány évvel ezelőtt föltűnt nekem, hogy ez a két épület baromira hasonlít egymásra. Bár tény, hogy utólag tettek rá egy kupolát, de az egész épület nagyon hasonlít. Akkor ezt megosztottam a Hídvégi Violetta nevű levéltárossal, aki mindig foglalkozott a feszülpavilonok sorsával, és beazonosítottuk valóban. Tehát nem szüntették meg a Gruber-féle kioszkot, hanem elbontották, helyére került a Vajdahunyadvár, és az egészet arrébb vitték, nem kellett nagyon messzire menni, és a Stefánián újra felépítették. Ez tulajdonképpen ott a Stefánia a mostani ajtós időre sorban befut, gondolom, az a része lett a Városligetnek. Igen, ott, csak egy kicsit beljebb a ligetben. Ma a Királydomb van a helyén, ma nincsen építmény a helyén. És akkor ott a Gruberék vitték ezt a dolgot tovább, amíg aztán Amália is nyugdíjba nem vonult, és akkor jött az új bérlő, ez a bizonyos Kolegerszki Viktor, aki egy ilyen egészen nagy stílű, nagy vonalú, nagyon elegáns kávézót csinált. De a hányattatása, akkor tulajdonképpen ezzel véget ért az áthelyezéssel, tehát hogy megmenekült? Abszolút megmenekült, nagyon reklámozták akkor, tehát a Gruberék tudatták a közönségükkel, hogy ők új helyen nyitottak, tehát így aztán a törzs közönség visszajött, és hát aztán a 20-es évekig működött ez, utána már nem nagyon találtak neki bérlőt, addigra már ugye az egész Városligetben ilyen vigalmi negyed, tehát már akkora volt a konkurencia, hogy ez egy kicsit kiment a divatból, nem nagyon találtak bérlőt, és aztán elbontották a 30-as években. Én azt hittem, hogy az 1906 vagy olyan, hogy addig tartott ki, de akkor, nem, akkor nem, még ez tovább. Még igen, tovább a Kolegerszki után még volt számtalan bérlő, mikor ő és 38-ban bontották el. Vagy 37-ben. Hát, nagyjából ez igen, a háború előtti években. Nem mernék újabb étterembe vagy fogadóba belekezdeni, de azzal fogunk most elbúcsúzni, hogy egy-két érdekesebb, ikonikusabb vagy kalandosabb történetű helyet adásonként végigveszünk akár kettesével is, mert itt rengeteg történet van, amit érdemes, és talán nem is tudunk róla, hogy itt járunk a közelünkbe. Majkos Zsuzsa, köszönöm szépen! Köszönöm.